Új környezetkímélő és az egyik legeredményesebb szúnyoggyérítési módszert mutatja be a Szekszárdi Béla Király téren, az a spanyolországi cég, ami már 25 éve foglalkozik biológiai szúnyogírtással. 11 millió ember élőhelyén használják már ezt a technológiát. Az elmúlt években drónok is segítik munkájukat. Ezt a célzott környezetkímélő módszert szeretné itthon is népszerűbbé tenni Kőszegi Dániel, a Magyar Szúnyogírtók Országos Szövetségének elnöke. A biológiai gyérítés lényege pedig az lenne, hogy a lárvák el vannak már lárva állapotukban, úgymond a vizekben pusztítva, és így ki sem kellnek, szóval sokkal hatékonyabb ez a módszer, és sokkal hatástartósabb. Ezzel ellentétben a kémiai szúnyoggyérítés, ami az egyik legelterjedtebb jelenleg hazánkban, olyannyira káros a környezetre, hogy más szúnyognagyságú rovarokat is elpusztít, de a nagyobb méretűekre is károsan hathat. A hatása viszont nem tartós, mondja a szakértő. Azt is hozzátette, hogy a lakosság tájékoztatása és bevonása is nagyon fontos szerepet játszik a gyérítésben, hiszen a ház környéki pangóvizekben is tenyészhetnek vérszívók. A szakértők elmondták, hogy a drónok nem helyettesítik a repülőgépes, helikopteres írtást, csak kiegészítik azt. Egy ilyen szerkezet 12 kg biológiai anyagot tud szállítani, ez körülbelül 8-10 hektár leszórására elegendő. Különböző hőkamerák és multiszenzorok segítik a hatékonyságát, ezen kívül nehezen megközelíthető helyekre is beférnek. A találkozót Zaják Rita, a Tolnai megyeszékhely polgármesteri tanácsnoka szervezte. Nagyon fontosnak tartottam, hogy ezt az eseményt megszervezzük itt Szekszárdon. Nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt a biológiai szúnyoggyérítést. Ha csak kicsit tud kiváltani a vegyszeres szúnyoggyérítésből egy részét, akkor is fontos, de nagyon remélem, hogy a jövőben a vegyszeres szúnyogírtást egy az egyben ki fogja váltani ez a biológiai szúnyogírtás. Zaják Rita hozzátette, reméli, hogy megegyezés tud születni majd a város és a cég között.